Hát kíváncsi leszek, hogy tényleg melyik csapat tud felülkerekedni. Get Right ugye a HLTV szerint a kiemelt, ezt már megszokhattuk lényegében, hogyha a NIP benne van. Igazából ugye két csapat benne, tehát ugye Get Right, hogyha nem is a HLTV első számú játékosa, most már az összpontszám szerint ugye van a HLTV-nek egy ilyen ratingje, ami mindent beleszámít, ugye az öléseket, halálokat, asszisztokat, entry killeket, fejlővéseket, a KPRD alapján mindent beleszámol, és az alapján számol egy rátát. Na hát most Get Right-nek ez 1.21, azért ez már magas, ugye tudjuk, hogy van egy magyar büszkeségünk, Dead Fox, akinek azt hiszem 1.41-et is meghaladta. Nyilván ez azért nem kapott nagy hype-ot, hiszen Dead Fox azért nem ilyen major. Igen, tehát azért nem egy súlycsoport közben. Na, elkezdődött a pisztolykör, kicsit későn váltottunk be in-game, halkul a zene és megérkezett a játékon. Fantasztikus, akkor most tényleg hivatalosan is elkezdődik a NIP Titan. Get Right már meg is lövi az első entry-t, Scream hal meg. Forrest viszont nagyon szépen pusholta föl közt, ezzel nagyon sok információt szerez, és meg is van a NIP első fregje is. Igen, nagyon agresszívak, nagyon agresszívak. Hoppá, 3-2 ellen marad, a bomba le van rakva a Smithsnek és RPK-nak, ritékelnie kéne, vissza kéne foglalni a site-ot, illetve ugye még hatástalanítani is kell, ami már csak azért is kiemelendő dolog, hiszen RPK-nak sem, Smithsnek nincsen hatástalanítani, hogy a Get Right-ra nem számítanak, Get Right viszont hibázik, és nem mondott, hogy RPK két embert fog megölni, nem tudták rosszba lőni RPK-t, és RPK egy harmadik fejest is kioszt, nem tudta a NIP csati szobában keresztbe lőni RPK-t, és vajon lejön a bomba? Nem jön le a bomba, jaj, de kellemetlen, látjátok, ezt mondtam, hiába RPK. Hiába RPK, hihetetlen 5K-ja a NIP-re, a bomba felrobbant, 1-0 a Titannek. Egyébként nem tudom, a NIP-nek, de egyébként nem tudom, hogy ott Get Right mit csinál, de nem tudta hátba lőni igazából RPK-t, tehát hogy túrta és egy két tár USP elment rá és így kiürült. Borzasztó, RPK amúgy nagyon szépen píkelgetett be a sarkukba, de ez amit most látok itt csati szobában, hogy kilövi csatit, aztán ellövi dobozt is, és tényleg azt, aminél alul mekkorát kapott. És hát nézd meg azt kegyetlen a vásárlást, 4 darab max, ez ugye a pénzformuló szádbesingen, illetve ugye Forrest vette egy AK-t, hogy esetleg egy keményebb fegyver is legyen a NIP-nek a szertárába, míg egyébként a Titan ugye ráforszolta a fegyvereket, hogy ilyenkor ez szokásuk, ugye például Existence-nél látunk egy nagy Desert Eagle-t, amikor a Nico kezében egy hatalmas fegyver volt, hát ugye Existence-nél még nem láttuk ezt villogni, viszont Exist kezdi a fegelést, meghal RPK, és úgy tűnik, hogy érkeznének be arra a játékosok, Forrestnek megvan végül Smith, és jó, Steam-et is ki kell valamit kergetni, megvan Get Right-nak, így viszont ez egy gyors darab a NIP részére, hoppá, Shocks egy hatalmas fejessel likvidálja alul, és így 4v2 a bomba lekerül, Shocks egy maxizet megszerzett próbálja felvenni a harcot ugye az ellenfelei ellen, Existence pedig a Deagle-et nem tud fegelni, hiszen hátba lövi végül Freiberg, hiszen ugye keresztbe sikerült őt fogni, és Shocksnak le kéne mentenie azt a maxizet, ugye megvan neki végül Exist, így van, viszont Freibergre már nem számít és már lop HP, és így viszont Freibergnek egy könnyű frag lesz, így van, így viszont 2-4-ben. Eléggé gyors dora volt, úgy elnézve, két ember halt meg a NIP csapatából, tehát hogy még olyan nem is volt kettő, olyan veszteséges, így van, főleg hogy a MAG 10-es játékosok haltak meg. Igen, ugye a kalát ki tudták hozni, tehát ez az a Forrest AK, az nagyon jó, ugye ezt már a mai napon én egyszer így hát elemezgettem, ez egy erős túlzás, de beszéltem erről, hogy bekerül lassan az a métába, hogy egy játékos a nagy kevlár mellé megveszi a kalát, hiszen hogyha ő meg is hal, valamelyik csapattársa ki tudja hozni, és az már egy plusz fegyver. Persze, a csapatnak, igen. És mégsem egy MAG 10-et mente neki, vagy egy MP7-et, hanem egy kalát. Ami ugye $2700, nem pedig 1004. Plusz meg az ereje is. Hát, meg természetesen, természetesen azért egy AK az. Egyébként itt sok elfoglalta a top helyét a smoke előtt, és várja, hogy a játékot, de közben Freiburgnak ott van egy dupla spray, ott lehet a harmadik is, hogyha nem fogja az ammo, de közben Scream egy hatalmas fejessel kivégzi Forrest, illetve még megölthetett a Freiberget is, közben Shocksnak végül egy tárból megvan Get Right, és Exist visszajött RPK-t, így viszont 1-2-re Shocks, ezt hogy megcsinálta simán, hiszen lovos mind a két nipes játékos, de így viszont ugye az AK, ugye, amit mondták, kiemelték, vagyok, hogy egy fontos fegyver lesz, hát most beváltotta igazából a szerepét, és így viszont egy laza 3-0-val így bekezdett a NIP, és ugye most már meg kell venni a fegyvereket. Szegény Scream, hogyha tudna, hogy mindenkinek 0 HP-ja volt. Forrest itt nagyon jó pozícionált, nagyon szép volt a túrás. De ez, hogy Shocks
Shox szerintem ezt tudja, hogy Dezivel ennyire semmi HP-ja nincs ezen aminek, akkor felkap egy Mach 10-et, egy 5 hetet, hát bármi. Persze, ugye a Dezi... egy golyó volt. Igen, a Dezi az sajnos az egyetlen egy olyan fegyver, ami nem túrós, tehát még egy Glockkal is megberem kockázatot, hogy még Glockkal is egy-egy töltény lett volna ugye, a két élő játékos, de mindegy is. Nézzük az aktuális kört, a mérkőzés harmadikja, vagy a negyedikje, bocsánat, ugye 3-0 NIP-nek kötelezőt hozták, amit kellett ugye a pisztoly körök után. AVP egyik oldalon sincs, és meg is van Shoxnak dupla entry, Fire, Freiberg és Zist meghal, Exist, boostról. Forest már vissza is ereszkedik, számít arra, hogy ki fogják pusholni main-t a Titan játékosai. Getright tudja ezt viszonyulni, Existence azon megint fregel, 4-2-re, 3-2-re, Forest meg tudja ölni Smith-et. Getright itt nagyon sokat próbál zavarkodni, Bén elindul visszafele, viszont nincs csak a bombájuk. Kérdés, hogy a CT játékosok látták-e a bombát, nyilván a ték ugye tudják, hogy hol van, meg kéne szerezniük. Beszorulnak most középre, a CT játékosok már mind a két oldalról valamennyire bezártak, viszont megvan nekik Scream! Elindulatnának ára, Getright még letartja közt, Forest arra számít, hogy esetleg még áról kiérkezik egy játékos, Existence viszont... viszont érkezne, és egyébként még mindig 2-2-re. Tehát hogyha egyébként megnézzük a HP-kat, akkor látjuk, hogy Forest 34, Getright 37 HP van, tehát azért beléjük is igazából elég pár kószak, de egyébként most felpróbálnak futni minden, aztán gondolom Getright inkább CT-re megy és derít, mi egyébként Shox, illetve Existence elfogadták a helyüket, de közben Shox megöli a bomba rakó embert, illetve a bomba hordozót, és még ott lett neki Getright is, így viszont a bombát már nem sikerül lerakni, és végül megvan a kör a Titannek, Shox egy laza 2K-val. Lehozta. Ugye ez volt nagyon fontos, hogy kört nyerjenek, hiszen hogyha ezt a fegyverkört is elbuknák, akkor már 5 körre léphetett volna el a NIP. Viszont ugye a NIP-nek ilyenkor érdekes egy hatalmas a felállás, hiszen ebbe a körben még meg tudják venni a szetteket, viszont a következő körtől fájhat. A Titannek meg mindig rossz, hiszen ők CT-k, ők hogyha nyernek 4 kört és utána egyet buknak, akkor, hát igen, hogy persze akkor rossz, hogyha fegyvert vesztenek. Mert ugye két vesztett kör után és mondjuk folyamatos fegyvervesztés miatt mondjuk, hogy kettőket tudnak csak menteni minden körben. Hoppá, közben itt mekkora spray down Forest-től megöli Smith-et, Existence pedig ezt visszalövi egy-egyes trade eddig. Hoppá, Scream viszont elakasztja Forest-et, 4-3-ra újra emberelőnyben a Titan CT játékosai. És ugye a Titan-nak nagyon fontos lenne, hogy itt minél több kört védjen, tehát Shox most bent égett volna, kinézett Freiberg. Élt is a helyzettel is megölte, közben már egy játékos felkúszik site-ra, alul le fogja rakni a bombát, Getright már tudja, hogy honnan fognak érkezni, de még legalábbis egyről már van információja, hiszen gránátot dobott, elhelyezkednek, alul nagyon szépen felállt a dobozra, AVP-vel maga biztosan tartja Heaven, sőt még így egy gránát is oda tud dobni, viszont nem öli meg Scream-et, CT játékosok szerintem most realizálották, hogy ezeket a fegyvereket ki kell menteni, hiszen pénzügyi problémákba kerülhetnek pillanatok alatt, hogyha most meghalnak. Sajnos nincsen tabunk, hiszen clean feedről toljuk neki a képet, de azért ezt egy egyszerű számítással át lehet gondolni, ugye, hogy 3-1-nél, amikor már a második kört fogja bukni egymást a CT csapat, akkor bizony nincs akkora pénz tartalék, hogy egy teljes szettet vegyenek, tehát ez így nem. Így van, ez nem fog összejönni, viszont az Echo kör szinte már majdnem elkönyvelhető, bár igazából ráveszik, tehát hogy ugye igazából három fegyvert sikerült menteni, és ugye mivel három fegyver megvan, ezért úgy mindig könnyebb lenne rávenni, és azért látszik, hogy Shox rávette 850-ig, míg Smith inkább 2400-at, hogy meghagyok magának, szóval neki még azért volt bőven pénz, de ő se akart nagyon közni, egyébként félnek, hogy Existence egy Glock van, hogy az úgy, jó, érdekes egy választás, de egyébként Forest pont elkerülte a befutó Shoxot, ugye itt füstön keresztül átkötőbe, de közben hatalmas fejest kioszt Existence Forestnek, viszont Shox is megölte Existence, viszont 4-3-ra már is. Freiberg egy gyenge spray-jel szuperált, ugye Shox, viszont Shoxnak ott lehetne a harmadik kije, de nem végül, hiszen a Molotov elkergetőt, hiszen Getright, és Existence kifagyott. Igen, Existence kifagyott, vagyis hát nem kifagyott, mert ő lépett ki, tehát egy disconnect, biztos, hogy valamiért akkor újra ezért, csatlakozik a szerverre. Ezért volt csak egy blokkja igazából. Így van, lehet, hogy valami pénz, lehet, hogy nem kapott pénzt, nem kapott loose bónuszt esetleg. Hát... nem írta pénz, volna jó a szerver. Az is belül amúgy a pakliba, de ott csak egy 2v4-es szituáció van kialakulva, illetve már ki is alakult. Ugye Shox itt smoke egyik végig vár, de közben Existence Getrightot lefejezi, így viszont allumar a teljező, és mit tud csinálni? Elhibázás, viszont Smith
kapva az alkalmon letúrja a lukat. Ez által egy 2-4 alakult most ki. Jött léte. Így van, 2-4. Közben ezek a táblák, úgy látom, hogy a producernek hatalmas téma lehetőséget adnak folyamatosan. Ezt nézzük, amikor éppen nem megy a meccs. Get Shrekt, Get Right, minden. Mindig kreatívak. Volt ott egyébként olyan, hogy Follow Me on Twitch, meg hasonló. Igen, láttam. ez aztán tényleg a legjobb amúgy, az ingyenes reklám lehetőség, saját Twitch-edet kiírod. És mekkora ötlet. Úgy nézem, hogy itt a NIP mögött álló úriember simán lehetne mondjuk Freiberg édesapja. Lehet, hogy találni benne a vonásokat. Nem lesz 8-1 már. Nem lesz nemzeti 8-1. Sajnos már nem lesz ebben 8-1. Nem baj, majd talán a többi pályán. Botallu. Szegény Allu. Szegény Allu. Egyébként igen, szóval. Egy csomó meccsen van az például, hogy ő az első, és mindig botallúzás szerint ez vagy ráragad. Mert ugye egyet-kettőt hibázik, és akkor onnan túl vég a világnak. De hát igen, tehát hogy az alapdolgok ilyenkor. Senki se lehet tökéletes, ugye. Hát belőlünk is hiányoznak a hibák. Ha persze, igen, tehát hogy ez ugye ilyen alapdolog. De most úgy tűnik egyébként, hogy egy nagyobb kaliberű hiba, hiszen most egy picit áll a kép, illetve áll a meccs. Hát ez a szokásos, tényleg úgy tűnik, hogy valami probléma van a Dreamhack-nél. Nem tudom amúgy elképzelni. De mostanában is, tehát vagy hát igazából csak a mai nap vannak hibák. Szóval az első két napon olyan zöggenőmentes volt az egész. Lazán elmentek, max egy fél órás csúszás volt. Nagyobb csúszás volt. Hayplebs! Hayplebs! Plácsorki, Godallu. Azért ott vannak fanok is, szerencsére. De ez egyébként, mint technikai szünet szerintem, elég arra, hogy átbeszéljék a dolgokat, például a Titan-ösöknél, illetve a Nipeseknél, hogy mi lehet annak az oka, hogy most két kört lehozott a Titan. Igen, hát ez egyértelmű, hogy ilyenkor a csapatok kihasználják ezt az állást, és megpróbálják átrágni, hogy mit, hogyan kéne csinálni. Na közben hallom itt a játék hangot, valamiféle szavazás megy. Lehet, hogy folytatódik a mérkőzés, lassan mehetnénk vissza ingém. Eljött még mindig a játékosokat, nézzük. Amúgy jó lenne, hogyha Dreamhack-esektől valami infót kapnánk, hogy ezek ilyen hálózati hiba, esetleg valamilyen szoftveres, hardveres. Bot right, ez ne. Mennyire jó név. Ez mi kreatív? Ezt még így nem is gondoltam át, meg ezt nem hallottam még használatban, hogy bot right. Na, közben elkezdődik a mérkőzés, 7. köre a Titan teljes szettel, immáron Smithnél is van egy MVP, míg a Ninja Zim Pyjamas csapata két pisztolyra kényszerül, Forrest és Freiberg, egyikük így dezibe, másik úgy Tech 9-el fog menni, és most úgy látszik, hogy megint nyerhet az Echo. Ott van Get Right, hatalmas fejeslő Screamre, a Headshot Machine-re, aki most mellé pókolgatott azzal a kalával. Egyedül most már csak Freibergnek nincsen fegyvere, de hát a Tech 9 tudjuk, hogy brutálisan halálos tud lenni. És nagyon keményen levár Shox bejövetelés, Get Right, vagy jaj, dehogyis Freiberg megvan neki. Hihetetlen, a csapatok oda-vissza nyerik az Echo köröket, vagy az ilyen fél Echo-kat. Megcsinálja a NIP három fegyverrel, egy dezivel és egy Tech 9-el megnyerik. Egyenben se halt meg tőle. Így van. Ez volt a lehető leggazdaságosabb kör, amit megcsinálhattak, igen, tehát sőt, de igazából nem is most tudom Echo-kor ezt szóval nézni, tehát hogy ez két, Get Right, ezt annyira jól csinálta. Igazából két embernek volt csak pisztolya, szóval igazából nem volt olyan nagy Echo, de igen. Azon mondani, hogy fél Echo volt a csapattól, nagyon jól csinálták, Get Right pedig megcsillogtatja a tudását. Rá, tehát hogy a Titan-nél látunk ilyen fordulat, ugye két darab 5-7, egy FAMAS 1-en, illetve egy CZ-t láthatunk így a felsorolásba. Még ugye a NIP-nél azt a bizonyos full setet látjuk, ugye 4 darab AK, illetve egy AVP alunál, amivel egyelőre még nem láttuk csillogni. Nem gondolom amúgy, hogy az NIP belerohanna még egyszer egy olyanba, hogy odaadjon egy Echo kört a Titannek. Nagy hiba lenne, tehát hogy nem igazán engedték meg azt így maguknak. Ezért is játszok inkább ilyen passzívan, szóval nem az van, mint amit ugye csinálnak, hogy befutnak és akkor vagy lehozzuk, vagy nem, hanem inkább most egy picit taktikusabbra vették a figurát, mert azért mégiscsak látják, és jön a boost, bele fogjuk nézni sok szarcába. Így van, oh. Meg is van neki az első frag, egy visszveszít, és viszont Freiberg visszalövi eléggé gyorsan, viszont Smith megöltek a Forrestek CZ-vel, ezáltal egy fegyvert is szerzett magának, egy AK-t név szerint, viszont 4-3-ra is hallom már kezd kémlegetni az AVP-vel, hogy esetleg hányan lehetnek on, és valakit megölni, ugye egy játékos van röviden,
egy pedig MBK-nél helyezkedett el. Való infózhattad, de hát Mekar Freiber ugye, Freiber megölte Smith-et, és kérek, és 3-3, és mehetett be viszont Scream, ott van Scream dublet, a Scream 3 fejes! Ez mi volt, Matt? Ez... Szó sem jutok, én azt hittem, hogy most a NiP nagyon ügyesen... Ez egy AD-AD volt. Nagyon ügyesen kiszorít innen áról, ehelyett ott maradt Scream. Mondjuk csak két fejes volt, hát, de egy töltény, ott van a második, ugye az nem volt a fejes, és akkor még egy harmadik fejest is ráver Freibergre. Ez embertelen. Ezért headshot machine egyébként, tehát hogy... Kegyetlen ez a gyerek, viszont ez sem elég arra, hogy a NiP ekkora kényszerüljön, arra viszont bőven, hogy a Titan meg tudja venni a teljes szettet. Smithnél az AVP, 3M4, és egy kala ugye RPK-nál. Nézzük, hogy mit tudnak kihozni belőle a csapatok. Bár mondjuk, hogyha a NiP-nek jobban megnézzük ugye a vásárlását, gránátok már nincsenek ugye a felszerelésben. Egyedül két smoke és két flash, amit megtalálhatunk. Shox közben mekkora play! Nagyon szépen megkerült a Getrightot, Scream is megöli Forestet, Shox közben fregel még egyet, RPK kijön Freibergre, Sziszt marad egyedül, egy töltényt tud osztani, és a Shox megint megjön hát. Shox úgy hatalmas player, nagyon durván hátba tolta megint a NiP-et, és az a durva, hogy a svédek nem számítottak rá egyáltalán, tehát ugye amíg láthattuk, hogy a Fnatic meccsen például nagyon sokszor Flash-á és Pronex ilyen számunkra lehetetlen pozíciót tartott le, mert számított arra, hogy a Cloud9 hátba fog érkezni, addig most az NIP egyáltalán nem tartott semmilyen pozícióra, ami esetleg hátba vagy másik side-ról érkezhetne, hát ebben most megint nagyon csúnyán belenyaltak. Újabb Echo P2-t töltenek kell, immáron viszont már kevlárok sincsenek, sem flash-ek, sem smoke-ok, semmit nem tudnak venni. Lassú B-kört akarnak majd játszani, igazából ez a kör teljesen elásott. Így lesz. Esetleg kijönnek közre, vagy ákerítés nagyon, lehetne. Amúgy nagyon szerteszét vannak a pályán, tehát hogy nem mozottak egységesen, és amúgy ez lesz a baj, hogy egyesre futnak be, és hát biztosan mit csinálnak igazából. Így van. Teljes szettes ember ellen, őszintén. Esetleg arra gondolok, hogy próbálnak valahol találni egy ilyen kósza entry-t, de hát ez nem így működik, Freiberg meghal közön Existence-nek. Shox már itt van mainbe, meg lesz nekik Xyzt, hogyha minden igaz. Opet nem opa, tudja viszont, és most már két irányból lövik, és nem, Xyzt túléli, mert megérkezett Allu. Scream viszont nagyon jó helyen van, Allunak kéne lereagálni a jól, de nincs meg. Xyzt marad megint egyedül egy P250-nel, és hiába Scream 4 HP-n, ő megvan, még Smith-et is ellőhetné, Smith viszont nem fogja magát megmutatni, és szegény Xyzt hallotta, hogy érkezik rá a gránát, de már nem tudott elég hamar onnan elugrálni, és meghalt. Így van, viszont az annyit jelent, hogy a Titan kezd feljönni. Így viszont már látjuk, hogy az állás egyenlő, tehát hogy itt egyébként láthatjuk, hogy Scream milyen szépen áttúrta ajtón keresztül ugye a NiP-es játékost, és ugye mint mondtam, egyenlő az állás, tehát hogy eddig jutottunk el, és ugye a dupla WP-t már sikerült megvásárolni a Titan-nek, szóval eljutottak odáig, hogy ezt már csak így lehet bevédeni, és látjuk, hogy amúgy Smith baromi agresszívan letolja hozt, és egyébként nem rossz, tehát hogy ott fog jönni forrát, és meg is lesznek, így van, megvan neki az entry. Ugye ez az agresszív játék, ez most egyelőre bejött, és hát annak látszik, hogy bejövős. Hát mindenképpen megérte, hiszen már entrizett ugye a svéd csapat ellen. Mégiscsak egy nagy szó, hiszen meghalt Forest. Így viszont Scream kitolja mint. Eszméletlen agresszívak a franciák. Igen, egyébként. Nagyon túlvetszeg, és viszont nincs benne kész, hanem az alkával egy picit erős, hogy lő egyetem, hogy Getright is, meghal RPK, és viszont 3-3-ra a játékosok állása egyelőre kiegyenlített. És mennek be B-re, fiai és B-n egyedül Shox van az AWP, ugye a másik WP-s. Neki kell legalább egy embert megölnie, vagy akár mind a hármat, meglátjuk. És nem sikerül Exist ellövő Shox, viszont már is mennek be plantra. Legközben Existence leérkezik csatornából, viszont meghal Getrightot, és Smith maradt egyedül Getright és Exist páros ellen. Vagy mit tud csinálni a francia AWP-s igazándiból egyedül semmit, hiszen minden egyes pozit letartanak, és nagyon elbújtak a NiP-es játékosok, és nem mozdulnak, nem píkelgetnek, mert tudják, hogy WP-s van, esetleg WP-je lehet, így viszont, hogy Smith tette meg az első lépést, így viszont meg is halt. Hát igen, ilyenkor Smithnek ugye nagyon nehéz a pozíciója, hiszen fönn van Heavenből, onnan súlyos másodperceket veszít el, hogy a körbe lejön, ha meg leugrik, akkor pedig ugye azt hallják, tehát nyilván azonnal bepozícionálja az ellenfél, hogy hol helyezkedik a pályán, vagyis hát inkább itt a site környékén, Getrightéknak a
plant foglalását, majd a kör győzelmét láthattuk közben itt lelassítva. Agresszív. Mit push a Titantől? Három játékosok ott van, egy már a egyben. Így van, RPK fel van már itt. Csatinál. Arra is számítok, hogy esetleg boost alá bemegy egy játékos. Név szerint Shox. Smith védi ott. Egyelőre senki nem jön be elé, csak flash-elgetnek. Ez ilyen kis terelés jellegű lehet, bár azért nyilván nem fog elindulni ezért az egész Titan alerakóra. Smith nem az a típus, aki megijed néhány flash-t és beinfózná, hogy atya úristen, átrassolnak az ellenfeleink. Nem, viszont a Titan felsorakozik bizony egy átámadásra. Jönnek a smoke-ok. Így is van. MBK elé egy nagyon szép keresztbe záró smoke érkezik. Közben vannak flash-ek. Smith teljesen vak, beszorul site-ra, és Scream is, Shox viszont már átzárt, itt van Scream, itt van Shox, itt van Smith, Shox nagyon jól helyezkedik, megint tud egyet öntek 9-el, Forest Scream, egy-egyes trédek vannak, Scream viszont duplázik, és most tudja csak megölni alul, RPK viszont visszalövi, 2-1 ellen, Get Right meghal, RPK-s Existence életben marad, így újabb kört nyer a Titan. Lassú köröket játszik a Titan, kihúzzák a végletekig az időt, aztán az utolsó pillanatban próbálnak meg valahol berongyolni, de ez eddig nem úgy tűnik, mint hogyha működőképes stratégia lenne a franciák ellen, hiszen nagyon szépen olvasta a Titan csapata, hogy mit szeretne játszani a NiP, és ugye ennek megfelelően át is zártak, mire a nipesek elindultak be, addigra mindenki itt volt, és szépen ki is végezték őket annak rendes módja szerint. Egyébként azt veszem észre, hogy fejfejemben haladnak, szóval egy kört egyik, az egy kört másik, és az a baj, hogy ez hosszú távon nem a legjobb, hiszen mindig nyerték buktába fognak visszaesni, és akkor már alapból probléma, hiszen most nézem, megint ekoznia kell a NiP-nek, pedig két kör ezelőtt még full bajuk volt. Tehát most ez egy eko dara lesz, hogyha úgy nézők RPK és Existence páros darálna, és igazából megvan az egész rás fogva, RPK közben egyébként menne a harmadik fregje, de hát Forrest szépen elvánézik onnan, így viszont végül RPK megszerzi az USP-vel harmadik fejlővését, így viszont 7-6, és úgy néz ki, hogy a névesek már tudják venni a fegyvereket nagy valószínűséggel. Milyen érdekes, ugye itt említetted a nyerték buktákot, és hiába a fej-fej mellett haladás, valahogy a CT játékosok mégsem ekóznak túl sokat, azt hiszem két kör volt, amikor pisztolyokat kellett ugye venniük, mert nem tudták vásárolni rendesen a szettet. Hát érdekes minden esetre, jól gazdálkodnak pénzzel. És megint hárman vannak közön, szietet, vagy Csatiból boostolni akartak, ketten vannak közön, ketten B-n és egyán, viszont a NiP egy nagyon agresszív arra sorakozik föl, Nyikorból és mainből akarnak majd bejönni, jönnek be a flashek, MBK teljesen szét van flash-el, viszont Screamre nem számítanak, Heavenbe meg is van neki az entry, Smith hibázik, Scream látja kárát, Smith megint hibázik, viszont el tudja lőni a bombarakót, mert lyukas volt a smoke, és még az utolsó embert is lából lövi, ahonnak 16 HP-je van, hát a milyen jó NiP körnek indult. Ez a mérkőzés első félének a 14. köre, annyira rosszul fejeződött be. Élettelen próbálkozás, és hiába jutott be a NiP a site-ra. Nagyon szépen foglalt vissza a francia csapat. Nem is tudom, hogy igazából ezt mondhatod a visszafoglalásnak, hiszen ugye még a bomba sem került le. Smithnek itt van közben a gyönyörű 3K-ja. Jó, és ugye nézzük meg a vásárlást, tehát hogy most inkább nem vették rá a nagy fegyvereket, hanem inkább megvették ezt a nagy kellár kis pisztoly kombinációt. Hát ugye utolsó kör, tehát muszáj vásárolni. Persze, azért csak, és az, de az a baj, hogy csak ennyiből bírtak gazdálkodni, és igazából ez a legszomorúbb. Bár igazából egy jó tech 9 rásnak nincs ellenszere, ugye igazából ezt szokták mondani, de egyelőre úgy tűnik, hogy a NiP nem tudja ezt a tech 9 rást így elindítani, hiszen 1 perc 13-nál járunk lassan, és még mindig nem indultak meg, még mindig össze-vissza vannak, mégis B-fele orientálódnak inkább, ugye Existence is fogja AWP-vel B-le rakót, viszont egy picit vissza kell vonulni inkább CT-re, míg ugye érkeznek be a smoke, illetve a flash-ek B-plantra, és Get Right-tal az élen már be is futottak a játékosok, RPK-nak megvan egy, mert viszont Existence is megvan még egy RPK-nak, ott a dupla RPK-nak, a tripla RPK-nak, ott lehet mondom a negyedik flagge, de végül Shox bevégzi őket, így viszont 9-6-tal fordulunk. Hát jelentősen izgalmasabb az első félidő, mint ugye az első nap mérkőzésén, ahol úgy szintén a NiP meg a Titan játszott. Cobblestone, ugye ott 12-3 lett az első félidő. Most egy sokkal keményebb cash elsőt láthattunk. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a második félidőben, de mire számítasz? Én egy nagyon kemény 16-14-re valamelyik meg fogja nyerni még rendes játékidőben, szerintem.
Hát szerintem is egyébként, szóval nem igazán számítok overtime-ra, szóval én is inkább egy ilyen vagy 16-14 valamely csapatnak, vagy inkább ilyen 16-13, de semmiképpen sem nagy különbséggel nem fog nyerni valamelyik csapat, tehát mindenképpen szoros mérkőzésre számítok legalábbis én. Közben Soxit láthatjuk, legalább annyira fontos neki a kinézete, mint a játék képessége. Jaj, Scream, bocsánat, persze, hát hogy is tévesztettem őket össze, hát Scream, a Headshot Machine. Menjél mágiára, tudod? De hát mind a kettő tipikusan ilyen szépség, királyfi. Botalló, ugye a szokás, hey, Baguette! Pops. Mert fordítva, hogyha távlát, Vacation. Szóval igen, igazából a pisztolykör most igen fontos lesz például a NIP számára, mert hogyha most nem hozzák le, akkor akár elmehet a Titan 12-6-ra, és az meg már ugye dupla annyi kör, mint amennyi van a NIP-nek, és ez viszont így problémás lenne szerintem igazából a svéd gárdának. Viszont hogyha megnyeri a NIP a pisztolykört, akkor akár egyenlő is lehet az állás, de ezekben igazából beleszólt akármelyik ráforszolt és esetleg megnyert kör. Ez még teljes mértékben a jövő zenni. Ugye most van egy másfél perc, talán két percük a csapatodnak, hogy átbeszéljék, hogy mi hogyan van, ez hogy milyen hibákat, esetleg észrevételeket vettek észre például a körök alatt. Közben itt egyébként Soxot és Getrightot hasonlítják össze. Látszik, hogy a Getrightnak mennyivel nagyobb volt a HS rétje. Közben egyébként elindultunk és RPK vett egy célt, illetve a többiek inkább a Glock mellett döntöttek. Még egyébként a népes játékosan a 3 pékezer, illetve egy UFP-ben, de úgy tűnik, hogy Getright és Sox már is elindultak egymásnak harcolva, minden, és Sox végül a Glockkal leszette Getrightot, viszont Forest indul Exitet, viszont Sox megölte Exitet, ezáltal már a másik fejezet meg, és hatalmas fejest kapott Smith is, így viszont 2-2-re a bomba még mindig nincs, hát a bomba igazából elesett, és most szedik fel, ugye, mert plantoltak volna, viszont egy hatalmas fejest kaptak plantról, ugye például Smith-ék, és így viszont nem sikerült a bombát lerakni. Alul ugye itt fogja átlőtt a bombát, viszont RPK lerakki, viszont 2v2 alakul ki, Sox pedig hátba fog menni, ugye a fent lévő játékosnak, ugye a Fireback szerintbe, és viszont mire hátba menne, az RPK megöli, viszont Alul maradt, egyedül Alul megölte végül a RPK-t, és Sox érkezik, viszont Alul kapiskálja, hogy Sox fent van, viszont nem figyel rá, és azáltal Sox ott azért a részt lezeg, nincs kiakva a bomba, az a baj. Viszont sokat a ráknokta, és van defkit, így viszont végül megvesz Soxnak. Nem, vagy volt defkitje alul? Volt defkitje, igen, láttam. Ú, akkor azért, kellett végigszedni. Így van, felszedte. Akkor azért próbáltam végigszedni, igen. Hát másképp nem lett volna esélye. Amúgy annyira vicces, ez ilyen minimális apróság, de nap eleje óta szúrja a szememet, hogy itt a clean feedbe egy kamera hibá, és a lencsén van egy pötty, ami folyamatosan látszik, és először azt hittem, hogy mi tartjuk ott az egeret, utána azt hittem, hogy a képernyőnk hibás, amit nézünk, aztán rájött, hogy nem, mert folyamatosan csak annál az egy bizonyos kameraállásnál jön elő. Amúgy azt mondta Darki is, tehát észrevettem, hogy most mi a franc az a pontod. Nézzek, közben Fryberg megint áttolja a füstöt, és entrizni tud, Existence meghal neki 5-7-esével, Majon Business, mit tudom én mi a magyar neve, Monkey Business-szel. Hihetetlen amúgy, hogy Cashen mind a két csapat most ilyen agresszív kismalacot játszik, átmennek a smoke-okon, átmennek a tüzeken, és pisztolyokkal úgy be tudnak rongyolni szájtokra, hatalmas meglepetést okozva ugye ezzel az ellenfél csapatnak. Screamék most B-re fognak támadni, Fryberg közről visszaereszkedik, végigfut egy tüzön, hogy bennmaradhasson szájton, 50 HP-ra ég le, hát ő inkább csak scoutolni maradt itt, így is van, meghal, viszont Screamet, hogyha jól látom, 10 HP-ra lelőtte, az még előny lehet, hiszen Forestnál van egy CZ, Sox, hát igen, most ezt nem kellett volna, Sox jól pozícionált, Alul meghal, 3-4 ellen, ezt még mindig azt mondom, hogy simán lehet amúgy ritékelni, Csatiból most meg fog érkezni, Forest, ketten fognak ránézni, az a baj, Sziszt pedig kimegy CT kezdőre, és ki fogja menteni a nagy kevlárját. Igen, több mint valószínű, hogy erről lesz szó, illetve Getright sem fog már tűzharcba keveredni. Forest pedig szintén szerintem sokkal jobban döntene, hogyha azt a nagy kevlár CZ kombót kihozná, hiszen a CT-k ugye kapnak akkor is plusz bónuszt, hogyha túlélik a kört. De ez nincs meg neki, RPK meg tudja ölni Forestet, így Getright és Sist ketten élnek tovább.
és igazából csak Zisznek, vagy hát Zisznek a mentése értemek, nem? Tehát egy nagy Kevlar T2-t megértem, hogy kihoz, Get Right esetleg az aránya miatt menthette ki azt a Tech 9-et, tehát ez nem egy... hallottam egy lövés, szóval csak Getet-nak sikerült mentenie, hogyha megnézed, mert... Exist meghalt? Nem, de valaki még meghalt, mert hallottam egy fejlövést. Szóval valaki még lehet, hogy csak elkoppant, valaki. Akkor csak elkoppant. Get Right-nál ott van a Tech 9. Igen, meg betudod egy kis Kevlart, ugye, az nem volt egész. Existnek ugye megvan az első frag, ugye meghalt RPK. Ugye a P250 nagy Kevlar bevált egyenlőre. Megvan az entrégen, de a Viadex Shox egy hatalmas fejlevéssel likvidálja a loot. Viszont már is felbűn a futni shorton, és Shox nagyon körbenéz, ott van egy ember, meglát szétlen, hogy azt is elfejeli Smithynek, és megvan Freiburg közben. És végül Existnek megvan a második fraggel, viszont így 2-3 a Get Right, viszont jön shortra, ez akár jó. Húha, Get Right. Ő lehet most a kör meglepetése, hogyha nem számítanak rá. Azon vagy, hogy fognak rá. De számítanak rá, így van. Hallják, hoppá, Get Right! Sokszor likvidálják, viszont 2-2-re a HP-k majdnem ugyanannyi, viszont Exist elég jól áll. Szóval Smithnek rá kell futni, így van, megvan neki Get Right. És úgy tűnik, hogy Exist van. Smithnek egy HP-ja van. Figyeld, mellé túr. És megvan Smithnek végül. Jézusom. Bocsánat. Smith szölte meg, Exist lesz. De ugye Smith végül egy utolsó belőtt, azáltal ő kapta a killt. De wow! Szóval most így van, ott ugye Exist-nek az entry-t mutatják, és ugye ott volt, hogy egy picit elkoppantotta a társát, és ezáltal egy pici assistot is kapott miatta. Viszont már is sikerül megvenni a full set-et. És egyelőre úgy tűnik, hogy maradnak inkább az egy a WP-nél, míg ugye a többiek megvették az emléket, és Forrest már megint lett olyan, mivel nem értem miért amúgy ez a cash, ez ennyire rásulós pálya, vagy nem tudom őszintén, hogy miért van ez, de ahány tímet itt látok játszani, mind letolja, tehát mind szétrásolja az agyát rajta, és nem értem igazából egyébként Smithnek, még ott van az MP hete, lehet arra számít, hogy még egyet ekózni fogadik, vagy nem tudom, de azért mégiscsak megtartotta magának inkább azt a fegyvert, de közben Scream kirásolt, és nem tudják, hogy ott van a smoke-ba Forrest, ez egyébként jó lehet. Hát Forrestnek ez egy dupla vagy semmi, tehát nem jött be. Igen, viszont Existnek egy dupla entry, hogyha már egy dupla vagy semmiről beszélünk, viszont Existnek az a spray control az borzalmas egyébként, viszont az alul hibázik, és még Screamet se tudja ellőni, hát ez egy érdekes. Hát ezt nagyon elrontott a NiP, ezt a kört végigfajlozták, ugye közön kitolták, Forrest és Freiburg ketten ugye azt próbálták megjátszani, hogy egyikük beáll a smoke-ba, másik pedig smoke mögül fedezi, hát ebből az lett, hogy Existence nagyon szépen előtte Forrestet, még a smoke sem ment el, és ugye látta, hogy hol van Freiburg, oda is szépen spay control az ott egyet, és smoke-on át nagyon szépen fejbe is lőtt a második áldozatát is, 13-6 a Titannek, lehet, hogy ideje korán véget fog érni az első map, és a Titan most nagyobb magabiztossággal fogja elverni a svédeket, mint ahogy ezt az első napon ugye a BO1-es Cobblestone-on tette. Nézzük viszont, hogy mit lesz ebből a körből, hiszen a NiP-nek ekóznia kell. Itt ugye boost alatt már Get Right elhelyezkedett, 41 HP-ja van, viszont a nagy 5-7-ese azzal még fájhatna Screamnek, Scream viszont nem ugrik le, mert benézett ugye itt köz lyukba egy molotov valona, nem jött ki senki, Smith már közben fölmegy mainbe, pontosan Screamet nézzük, hogy mikor vesz észre Get Right-ot, most így Get Right-ra, ahogy rápíkelt, ugye megvan, minimális HP-t veszített, viszont van információja, hogy közön itt van Get Right, és őt valahogy likvidálni kell, ketten fogják amúgy szerintem, hogy jókolgat, nem erőltetik Get Right-ot, jön középen egy smoke, viszont Exist dupla, Screamnek kell most válaszolnia, Existet vissza tudta lőni, viszont így már annyira nem vonzó á, hiszen átzárhattak a NiP játékosai 3-4 ellen, hiába csak pisztolyok ellen, azért azok tudnak fejre lőni. RPK valószínűleg le fog ereszkedni közön, Get Right-ot meg kéne ölni így, és ha megvan neki Existence, kapja az assistot, és Scream visszafordul ára. Mégiscsak be fognak menni MBK-ra, megy egy gyújtó. De hát Sighton itt van közel, Freiburg megöli Screamet, ez egyre nehezebb lesz, srácok. Existence is meghal, RPK marad egyedül. Miért ne csinálhatná meg RPK? Clutch, 2-1 ellen MBK-ba, és Sighton van, és Forrest lefejezi RPK-t, és így van. A NiP egy full lekót hoz, P250-eket és 5-7-eseket vettek, de hát ez elég volt környerésre, 13-7, a NiP nem engedi ellépni a Titant, egyáltalán nem akarnak döntetlenre játszani. Lehet, hogy itt egy NiP comebacknek a kezdetének lehetünk szemtanulni? Én nem szeretem ilyen könnyen kijelenteni, tehát azért... Ezért kérdeztem meg ilyen félve, hogy lehet róla szó, de még nem akarom elkiabálni, mert akármennyire én elkiabálom ezeket az sorsajomat. Tehát beleközben Forrest
meg sikerült lehápézni a sokszor 64-re, de kb. Rá se koccantott szegény sátra, viszont sokszor egyébként már letoltam ide, tehát nagyon előkelő pozícióban, hogy ez a szétszmókolt középen, Get Right, ugye még mindig itt van Csatiba, viszont végül megölhetné, nem, de sokszornak jobb a látása valamiért, és sikeresen megölte Get Right-ot, viszont ott mehet rá, akár Freiburg-re, Freiburg túléli 7 HP-val, így viszont már is a Titan-nek kezd az egész, és hogyha Forestnek megvan végül RP-k egy hatalmas fel, ott van a második, Smith meghal, viszont a harmadikkal már nem bír, Scream, lefelejtett, és akkor Allu vajon mutat, mert mit tud, mert Allu-nak megvan Existence, hoppá, Scream vajon mi fog történni az 1v1, a belga játékos, vagy esetleg a finn csoda elsőrűst elhibázza Allu, de egyébként Scream is, és úgy tűnik, hogy próbálnak píkegetni, Allu vajon ellövi-e Screamet, meg lesz-e vajon, az a baj, hogy én nagyon rossz ilyen kapizsgálnak, bár most egyelőre, és megvan végül Allu-nak, hatalmas játék a finn játékostól. Így viszont egy 1v2-es klácsot lehozva vissza, kezd visszajönni szerintem a Nick. Így van. A második körüket hozzák. Nagyon agresszív volt Scream, fennmaradhatott volna a Saiten, ugye onnan is tudta volna tartani a bombát, ehelyett inkább rápusolt. Fia, az utolsó lélegzettel Forest közben fregelt egyet. Jaj, nem, butaságot mondok, persze, ugye Screamnek meg kellett szerezni a bombát, tehát neki mozdulnia kellett. Allu tartotta le, de nagyon ügyesen píkelgetett, pont annyira, hogy még stabilan tudja tartani AWP-vel. De közben itt elkezdődött a mérkőzés 22. köre. A Titan most Echo-ra kényszerül, Allu entrizik is. Másodikat viszont elhibázak, Xyz segít, Freiberg is beszáll a partiba, megvan a bomba, a Forest viszont újat fregel, és Forest be is fejezi a kört, hogy nagyon laza 3K. Nem, 2K, és ugye még Allu Freiberg is fregelt, 13-9. És egy pauzé. Ugye tudjuk, hogy cash azért CT map. Igen, hogyha mondhatunk valamilyen oldalra, akkor ez CT map, és bizony a NiP-nek, ha már másért nem, a név kötelez, muszáj lenne védenie. Nem feltétlenül jár ez mondjuk persze kéz a kézben azzal, hogy meg is nyerik a mérkőzést. A Titan is legalább annyira szeretné, ugye elmondta mind a két játékos, mind a két vezető ugye itt a mérkőzés előtt ebben a egyáltalán nem klisés és egyhangú interjúban, hogy minden nagyon király a csapattal, minden klappol, tökéletes, igen, tökéletes a harmónia, feng shui, minden király, úgyhogy igen, igazából ebből nincs mit kihozni, mind a két csapat fantasztikusan együtt tud működni, és most akkor lássuk, hogy melyik működik jobban együtt, 13-9. Ez... Lehet, hogy a Titan azért kérte ki ezt az időt, mert hogy ki akarják a NiP-et ugrasztani ebből a bizonyos nyerőszériából, hogy egy picit így kizökkentsék őket, megtaláltam a jó szót, szóval, hogy kizökkentsék őket ebből a mámorból, hogy akkor ők most milyen jól állnak. Egyelőre úgy tűnik, hogy a NiP-nél aggodalma semmi ok, szóval ők így nagyon el vannak, és elég nyugodtan beszéljük át a dolgokat, szóval semmi feszültséget nem látok igazából az arcukon. Még egyébként a Titanosok elkezdtek gondolkodni, hogy azért mit csináljanak, hiszen azért mégiscsak szorul a hurok a nyakuk körül. Hát persze, 13 körük már van, de még igen, egy NiP elkezdett visszajönni, és bizony a Titannek még 3 kört támadnia kéne, ami most az elmúlt körök alapján egyre nehezebbnek tűnik, tehát a NiP-esek nagyon jól játszanak, majdnem ugyanazt a játék mechanikát mutatják amúgy be, amit a Titan is játszott, hiszen felpusolnak, közel mennek, arcon lőnek, nagyon jól védenek, nagyon gyorsan forgatnak. Valamit sürgősen ki kell találni a Titannek, és ahogy ezt te is mondtad, nagyon jó technika lehet erre. Az például, hogy időt kérnek, ezzel egy kicsit a NiP-nek megtörik a lendületét, de kérdés az tényleg, hogy azért egy ilyen szintű csapatnál, mint az NIP, működik-e még ez a nagyon kis egyszerű klisés módszer, hogy kizökkentjük őket a lendületükből. Bár mondjuk miért nem működhetne, ők is emberek, nekik is meg lehet törni ugye ezt a gondolkodásmenetet. És ugye szokásos időzítéssel jött ez az időkérés, hiszen a Titan most ekózik, egyedül RPK-nál van egy Galil és egy kis Kevlar, nem tudom, hogy ez pénzkiegyenlítés, vagy esetleg előző körről mentette. Nem mentett fegyvert. Nem mentett? Akkor igen, ez egy pénzkiegyenlítés, RPK viszont nem tudott élni a lehetőséggel, Get Right-ba mondjuk belőtt 85-öt, de hát ez pont 15-tel kevesebb, mint amennyit kellett volna, úgyhogy ember előnyben a CT-ben játszó NiP.
és lassan, tényleg utolérhetik a Titant, lassan játszanak, nem szeretnének semmiféle stackbe belefutni, Getright 15 HP-val, Forrest pedig már csak 46 HP-val védi B-t. Smith elmegy csatiszobába, Getrightnak kell majd ott akciózni, viszont nem tud rárántani Smithre, és Shocks is, Fregel, Freiberg, Forrest viszont ezt visszalövi, 2-3-ra Forrestnek 1 HP-ja van, meg is hal, így van, be fog menni a bomba B-re, és le fog kerülni, Existence csatiszobából tart, most átjön Heaven alá, nagyon jó pozícióban van, viszont mind a két játékos CT-ről érkezik, valószínűleg Alu fel fog menni Heavenbe AWP-vel, megpróbálja Skinimet kiszedni, vagy legalábbis a site, nem, mind a kettő lejönnek CT, átjáróni, és Existence hibázik, nem tud fregelni, Scream viszont ellövi Alut egy az egyre, Scream pisztollyal, Freiberg pedig M4-jel, nem, Tech-9-el, és megvan. Igen, ez most nagyon kemény volt. Bejöttek ugye CT folyosóról, előtték Existence Heaven alól, és bizony ott kár volt, hogy nem tudott fregelni. Scream ott maradt egyedül kettő ember ellen, de nagyon jól használta amúgy, ugye átlőhetőt, hiszen e körül meg tudta forgatni a NiP játékosait, de hát azért Freibergennél jóval tapasztaltabb játékos, elő tudta venni a Tech-9-et, időben reagált erre a szituációra, és le tudta tolni a Dán. Dán, mi? Belga majdnem. Ellenfelét. Így van egyébként, és ugye egyel közelebb kerültünk. Közelebb került a NiP ahhoz, hogy kiegyenlítsen, ugye hiszen már nem ki, hanem 10 köre van, tehát már csak 3 körös a differencia. Viszont látjuk a fegyvereket, végül a Titan tudott vásárolni ugye két sikeretelem kör után. Ugye látjuk az AWP ott van, hogy a Smith kezében, míg a többiek inkább az AK-val, míg egyébként a NiP már alkalmazza az előzőleg jól bevált két AWP-s technikát. Ugye a Forrest és Allu kezében van ugye az egyszemű. Egyébként Freiberg-et most elég szépen kimolózták onnan, midről így kénytelen visszavonulni shortra. A Forrest-et elsmokolták, illetve elsmokolta a társa, ugye, hogy ne jönnek be a T játékosok. Viszont egy picit kizárták el, mert egy picit még passzívkodnak. Mielőtt ugye egymástak estének. Most Existence kirongyul mindre és próbálkozik valamit embert előni magának, viszont nem sikerül, Forrest felbusztolta a társát, ugye Getright ott szépen csatiba, viszont Forrest egy duplával bekezdi, és Getright egyébként még közte ölt egyet, viszont 5v2, és úgy tűnik, hogy 13-11 szaga van ennek az egésznek, hiszen Getright mögé még Existence az által 1v5, Shocks képes lesz arra, nem, Forrest mellélő és az USP-vel, de ott van a Shocksnak két frag, nagyon szép két fejest kapott, így viszont végül ugye Forrest kivégzi őt ugye a gyors hármassal, így viszont 13-11, két körös a differencia, már. Így van. Ahogy megjósolt ez 13-7-nél, hát ez gyönyörű volt, Lindberg úr. Ezt már megszokhattuk tőle, ugye erről sok gif van fönn, amikor a szemöldökével így megbolondítja a kamerament. Nagyon szép volt közben ez a játék tényleg Forrest-től. 13-11, kettő kör választja el a NiP-et attól, hogy egalizálja az állást. A Titannek tényleg hirtelen meg kellene tanulni a T-ben játszani itt Cash-en. Most megint forszolnak egy Galil, két Kala és két Tech 9, megint nem néznek be sarokba. Ez egy ember bánja, Forrest headshot boxról tud egyet fregelni, viszont most elkoppan, innentől kezdve okosabban kell játszani. Viszont az AWP ugye tudjuk, hogy egy lövésbeöl, megérkezik közben Freiberg és Existence marad egyedül. Amilyen jó volt az elképzelés, olyan rossz lett a megvalósítás. Egyetlen egy embert tudtak elvinni Getright személyében, aztán Forrest és Freiberg kombó teljesen berekesztette ezt a Titan támadást. Existence marad egyedül a kalájával és a nagy kevlárjával. Tudja azt, hogy egy perc van még vissza ebből a körből, semmi esélye nem lenne kimenteni ezt a fegyvert, hiszen egy ilyen fél percnél úgyis elindulna a NiP hajtóvadászatra, ezért inkább elvesz még egy fegyvert, Existence meg tudja ölni, viszont Freiberg nagyon gyorsan reagálja le, és megöli Existence 13-12. Igen, és már csak egy kör válassza el a NiP-et attól, hogy beérjen ugye a tájtanyomába, itt közben egyébként Forrestnak a szép akcióját láthatjuk, ugye ahol körül megmentette a társát a halától, így viszont Forrestnek ugye egy gyors hármasával sikerült lehozni a költ, és úgy néz ki, hogy a Titan meg tudta venni a fegyvereket, hiszen Shocksnál volt 6000 dollár, de a többiek is inkább a nagy kevlár is kisebb kaliberű pisztolyok mellett döntöttek, míg egyébként egy hatalmas Rambo-t láthatok, amit igazából elrontott a NiP, és ugye Exit végül leesett onnan, és nem sikerült felmenni Pronex-be, viszont ez egy picit problémás lehet neki. Ez egyébként szerintem előre küldik Shocksot,
Így van, ugye érkezik az offenzív, hogy a Shocksnak meg is van az entry, meghal egzisztésig, viszont Frybernek kell alkotni valamit. Frybe is, mert Shocksnak dupla entry-je van, viszont Forrest törte vissza RPK-t, de Forrest sem tud egyelőre többet tenni, és érkezik Nitro is egyébként egy játékos, egzisztens személyéből, hogy a Tekkenszre, és elfut B-re, és ezáltal a Nipes játékosnak vissza kell foglalni a pont, és most, amúgy kb. 3v3 van, hiszen egzisztens még nincs, akkor most jött visszafele, viszont Getter-t már át tud zárni, nagyon low HP-n vannak egyébként ketten is a Titan-ből, és egyelőre valahogy meg kéne oldani ezt a Lipnek. Alul egy tárból csak elő, viszont Getter kapja a nem lőtte el amúgy a Hallú, még csak meg sem sebezte. Így viszont Alul és Getter-t páros nagyon szépen visszafoglalják a pont, és így egalizálták az állást. Így van, a Nip annak rendje és módja szerint CT-ben visszahozta 13-13-ra. Most már csak abban reménykedek, hogy a svédek nem szedték össze a comeback betegséget, miszerint amikor egy csapat visszajön a halál torkából, utána elveszítik a mérkőzést, ugye ez 16-14-re a legesleg kellemetlenebb. Közben itt látunk egy nagyon jóképű statisztikát, Richard Papillion Urfi, a.k.a. Shocks, 31-18-ban van. Hát, ha nem is torony magasan, de ő vezeti a szervert, igen, tehát most ő az MVP-je a meccsnek. Na de hát 13-13 is hiába ő az MVP, hogyha a csapata nem tudja megnyerni a mérkőzést. A svédek jobban osztoznak úgy látszik a teljesítményen, meg jobban használják ki a helyzeteiket. 27. kör a mérkőzésen, valamelyik csapat biztos, hogy magához fogja ragadni a vezetést. Kérdés már csak az, hogy a svédek vagy a franciák lesznek erre képesek. Jönnek a smoke-ok, most már viszont T oldalról, ugye a CT védekező smoke-ok eltűntek. Ez a gyújtó és a smoke egyértelmű már annak a kombinációja, hogy támadni tudjanak, és Getright 19 HP-ig vár azt itt, hogy be fognak elé jönni, viszont ez egy nagyon rossz döntés volt, hiszen RPK, bár mondjuk lényegtelen is lett volna, hiszen kétfejeslőt RPK, de nagyon szépen entrizett be B-re, és RPK folytatja Forrestnek, megvan a feje 3K, a bomba le fog kerülni ebben a pillanatban Scream által, így van, Alu és Exist teljesen lehetetlen helyzetben vannak, így van, muszáj kihozniuk. Alul még ugye itt abból kifolyólag, hogy felszorították lényegében Heavenbe, próbált valamit fregelni, de hát úgy látom, hogy RPK-t is csak lábon tudta lőni, és bizony Existence rá fognak jönni, RPK-t meg tudja jönni, viszont az információ megvan róla, hogy hol van, és már érkeznek is rá, megy ki egy flash, nem igazán tudja rendesen vakítani Screamet, aki pedig elfejeli Existence-t, és a Titan újra vezetés szerez, lehet, hiába... elkapták azt a bizonyos comeback betegséget, amit mondtál az előbb egyébként. Így van, hiába hozott 6 kört az NIP, ugye egy húzom 6-ot vagy 5-öt? 6-ot hoztak, 6-ot hoztak, nem volt elég. A Titan újra kört támadott, 14-13, kérdés már csak az, hogy most a Nipnek lesz-e pénze, hát igen, sajnos, nincs mindenkinek full set, Freiberg kiskevlár famasszal kell, hogy játszon, viszont két flash-t így is tudott magának venni, 13-14, a mérkőzés 28. körében, egyre szorosabb az állás, Alunak megvan az entry, Existence meghal, Shocks ezt visszalövi 1-1-es trade eddig, Freibergnek láthattuk a kameráját egy pillanatra, valamiért Allu néven, Freiberg nagyon háborgott, hogy ellőtték. El is hiszem, ilyenkor borzasztó lehet amúgy ezt az egy percet átélni, amíg ugye lelőnek téged, és azt nézed, hogy a csapatod hogyan játszik, mit csinál, és te pedig imádkozol, hogy meg tudják csinálni nélküled, és bosszant, hogy nem tudsz nekik segíteni, ez borzasztó lehet amúgy egy LAN játékosnak végképp egy ennyire kiélezett meccsen, 11-13, ugye ez az első mapja a Titan és a Ninjas in Pyjamas harcának, ami egy BO3 lesz amúgy, tehát még két mapon át fogják egymást nyúzni a csapatok. Most egy kisebb technikai hiba, remélem, hogy nem maradunk le semmi fontosról 4-4 ellen. Reméljük, hogy ennyi volt ez az akadás, ez a két minimális kis lag, mi is tudunk róla. Forrestnek lehetne egy duplája, de hibázik, RPK viszont elfejeli, megbosszulja önmagát ez a hiba. Getright sem tudsz javítani, hiába lő rá Screamre, Scream fejest akaszt Getright nyakába, így 4-2 ellen, Allu és Exisnek kéne visszafoglalni a site-ot, nagyon fontos most a T játékosoknak, hogy lekerüljön a bomba, hiszen nincsen sok HP-juk. Exist már érkezik itt headshot boxra, RPK megvan neki oldalba, Allu megölte Screamet, és Shocks körbe jön, kiugrott Csatiból, ami nem lehet egy nem rossz döntés, hiszen Heavenből elvileg rálát a füstre. Nem lát rá a füstre, a bomba lejön és Allu még meg is öli. Most már csak kérdés az, hogy Diffuse után halt-e meg, mert hogyha Diffuse után halt meg, akkor nem fog pénzbonuszt kapni. Nem, pont egyszerre halt meg, szóval szerintem még megkapja a pénzbonuszt, pont meg sikerül kapni, de egyébként hatalmas 2-4-et sikerült visszahozni a Nipnek egyébként, tehát nagyon... Ez hihetetlen, és ugye megint 11-14, tehát egy kört hoz a Titan, egy kört hoz a Nip, ezt láttuk első fél időben is. Most kíváncsi leszek, hogy
mit tudnak csinálni. Get Right-nál Swag 7 nem tudnak mit csinálni. CT játékosok nem mindenkinek futja ki ilyenkor ugye normális fegyverről, legalább egy FAMAS, hogyha már az M4 nem is. Közben megint itt vannak ketten, Scream fenn van Boston. Midet vár, hogy esetleg kipíkeljen megint. A Titanosok arra várnak, hogy entézni tudjanak, hogyha megnézitek a minimapot, nagyon szépen egy vonalba felhúzódtak, mind Ann, mind Bane, mind pedig középen helyezkedik játékosok. Hopp, viszont visszanyalt a fagyi, Shox nem tudott entézni Nikorból, viszont Xist, vagy hát Exist, csak én szeretem Xistnek hívni, mert ugye folyamatosan ez a neve, tehát ő már hosszú hónapok óta így használja Xist. Na de mindegy is, részletkérdés, az NIP-nél két entry is van, Smith és Shox halott, ezt a kört most már nem szabad odaadni a svédeknek, hiszen hogyha ezt megnyerik, már garantált a döntetlen, bár ugye tudjuk, hogy a 15-14 az a legkeményebb, hiszen onnan most vagy 16-14-re elhúz egy csapat, vagy jön a döntetlen, és 15-14 várhatóan be is húzta az NIP. A mérkőzés rendes játék idejéből az utolsó körhöz értünk el, kérdés már csak az, hogy 1-0 lesz a NIP-nek, vagy a franciák lekevernek egy hatalmas pofont a svéd ellenfeleiknek, és elmegyünk hát overtime-ra. Egyébként ez lesz majd a nagy kérdés, hogy ezt sikerül-e, hogy hogyha most megnézzük a pénzeket, akkor látjuk, hogy borzasztó rosszul állnak a franciák. Igen, tehát hogy tech 9-ekre futja, maximum Shox tud venni magának egy AK-t. Hát, vagy esetleg dobál, mondjuk eldob két, vagy eldob egy Galilt, megveszi, nagy Kevlar kala. Leveszi a fúzatot, így van, azért. Hát igen, mondjuk 32 freggel én is megvenném. Hát persze, azért még csak érzed magadban azt, hogy neked azért muszáj megvenni, mert azért még tudsz is vele lőni valamit, érted? Tehát, hogy mindenképpen muszáj, de közül úgy, hogy ez kitolja azt mondjuk, lehet, hogy ez lesz amúgy a vesztük, amúgy attól félek, hogy kitolja, és akkor hamar észre. Igen, ugye a Tech 9 vonat az nagyon csúnya arcon tudja durrantani, viszont hogyha most itt az állóképet nézzük, akkor ugye jobbról és balról is van egy smoke, tehát nem biztos, hogy számítanak rá a franciák, hogy pont itt áll a kettő között, és méghozzá nem is doboz mögött, és be fognak elé jönni, RPK lehet az első, megvan neki Screamet is, meg tudja torni, megvan neki Scream is, Forest le tudja nullozni a harmadikat, és Get Right már viszont közről megérkezett, el fog menni a gyújtó, és hátba tudja majd lőni esetleg a Titant, ha elindulnának be B-re, de nem indulnak be B-re. Megrekednek, így van, nem akarnak kockáztatni Smith 17 HP-n közben. Nagyon érdekes, ez most egy nagyon fontos kör, annak ellenére, hogy megáll a kép, azért nézzük meg a HP-kat 4-3-ra, viszont mind a két oldalon van 0 HP-s játékos, illetve Get Right-nak csak közelre jó a fegyvere. Vajon ebből mi lesz? Nagyon jó lenne, hogyha újraindulna lassan Clean Fleet, mert nagyon izgatott vagyok. Allu már letartja közt, nagyon agresszívan felpusolta, mert tudja, hogy B-offenzíva van. Körbezárták a Titant, be kell, hogy jussanak a franciák B-re, akkor a Get Right viszont ott van csatiba. Megvan a Mach 7 frag. Nagyon fontos frag most ez az NIP-nek, hogyha ezt a meccset meg akarják nyerni, vagy legalább ezt a mapot meg akarják nyerni. Shox marad egyedül 4 ellen, meg tudja csinálni, láttunk már ilyet. Tudja, hogy hol van a bomba, de a CT játékosok már rajta állnak. Allut mindenképpen meg kell, hogy ölje. Allu hibázik! Allura rámegy, de nem. 16-14, bejött a Máté, szerint jóslat. 16-14-re megnyerte az első pályát, a Ninja Team Pyjamas. És az a nagyon kegyetlen, hogy comeback-eltek, és méghozzá 13-7-ről, így van. Ugye ott kijöttünk 13-13-ra, ott kört nyert a Titan, és onnantól kezdve igen. Csak a NIP. Nagyon nagy játékot láthattunk a svédektől amúgy. Lenyűgöző volt. Így van, és még jó esetben kettő. Na most lesz még egy Dust 2, aztán... Rosszabbik esetben egy mapot még látunk, igen. És Inferno, igen. Ez a kettő lesz. Kérdés, hogy most lesz-e interjú, mondjuk nem hiszem, hogy a játékosok most erre ilyenkor akarnak koncentrálni. Így van, tehát ilyenkor nem. Mindig a győztessel. Hát nem sokára akkor jövünk vissza. Addig a helyszínről érkező hangot hallhatjátok, mi pedig, amint kezdődik a következő mérkőzés, jövünk is vissza, és közvetítjük tovább.